Nagyon rossz, hogy ilyen későn kezdődött el a bajnokság, nem erre készültünk mi sem. Próbálunk belerázódni és felvenni a ritmust. Hát egy rapszódikus mérkőzés volt. Igen, várva vártuk már ezt a bajnokit, sajnos látszott is a srácokon egy pici idegesség is, és az is, hogy ilyen 4 hetet tolódott az első bajnoki. Igazából a formánkra ez elég nagy hatással volt. Nagyon sokat hibáztunk, és az ellenfél ezt kegyetlenül megtorolta. Hát nagyon sajnálom, hogy kikaptunk a Tata ellen, nem így készültünk. Amint már előttem is mondták, hogy a vírus miatt nagyon nehezen ugrottunk bele mi is a bajnokságba, és sajnos így ilyen álmosan tudtuk elkezdeni a mérkőzést. Nem voltunk teljesen koncentráltak, én úgy gondolom. Nem tudtuk betartani, amit Endre kért tőlünk. Úgy gondolom, hogy a védekezésünkkel, ami felállt fal elleni védekezésünkre gondolok elsősorban, nem volt óriási probléma. Arra tudunk a későbbiekben támaszkodni. Sok volt az eladott labdánk és sok zicser maradt ki, ezen mindenféleképpen változtatnunk kell, és úgy gondolom, hogy ez lesz az útja annak, hogy javulni tudjunk. A védelemre úgy gondolom, hogy nem volt akkora probléma, mint a támadásban. Tudtunk jó védekezésből gyors gólokat lőni, ezt szerintem ki lehet emelni, hogy jól sikerültek. Igen, próbáltuk gyorsan befejezni a támadásainkat és gyors indításokat alkalmazni. Ez párszor sikerült is, viszont sokszor, amit beszéltünk is, ezek az eladott labdák, ezek keresztbe húzták a számításainkat, de ezen mindenféleképpen javítanunk kell, és javítani is fogunk természetesen. Player az nagyon jó csapat, rutinosak, nagyon régóta együtt játszanak, nagyon oda kell figyelnünk, és az első perctől kezdve koncentrálnunk kell, hogy partiban legyünk velük. Egy nagyon erős, nagyon jó fizikumú és nagyon jó kézilabdát játszó ellenfél, a Player. Nagyon sokrétűen tudnak játszani, és igazából nagyon masszív csapat is, tehát fizikálisan is erősek. Jó tempót mennek, és úgy gondolom, hogy nagyon nehéz ellenük játszani is, hiszen van egy jól védekező, kemény faluk, amit hát nyilván nekünk meg kell próbálni átjátszani. Jó védekezésből gyors gólokat tudnak lőni, az átlövőik és a szélsőik is egyaránt veszélyesek, és a beállósok is, oda kell figyelnünk teljesen. Hazai pályán természetesen rá akarjuk erőltetni a mi akaratunkat, és még szeretnénk diktálni a tempót az egész mérkőzésen. Mindenképpen nagyon nehéz mérkőzésre számítok, amint mondtam, nagyon kemény védekezése van a Playernek. Ezt megpróbáljuk majd akár gyors indítás, akár a gyors támadásvezetésekkel átjátszani, és mi is megpróbáljuk a védekezésünket még jobban felkeményíteni, és ezekből építkezni úgy, hogy talán egy kevés gólos, de egy izgalmas mérkőzésre meg tudjuk nyerni.